Na, üdvözlök mindenkit, szerbusztok fiúk, lányok, visszatértünk egy jó kis Warhammer 3-mal. Ugye, nekünk van egy ilyen hadjáratunk, és ezt éppen folytatjuk. Ugye, az emberek birodalmát próbáljuk fenntartani mindenféle külső támadásokkal szembe, és ilyenek éppen itt, ezek a beastmenek. Na, ugye az első részt ott sikerült lezárni, hogy nagyjából egyesítettük, ugye Reiklandot, foglaltunk egy Helmgartot, és igen, és voltak kis csatározások, ahol sikerült Karl Franz úrnak szerezni szép kis dolgokat, szép kis eszközöket, és hát ha megint lesz erre lehetőségünk a következő másfél, dehogy is következő másfél videóba, úgyhogy kíváncsian várom, menjünk is előre. A mostani körökben a célom az lenne, hogy fönt, amit előbb mutattam nektek, a beastmeneket, igazából szét kéne ütni, el kéne foglalni azokat a területeket, valamint egybe kéne tartani a birodalmat, értem ez alatt az emberek birodalmát, a választófejedelmeket egy karám abba kéne terelni, hogy közös kül- és belpolitikánk legyen, de azt majd meglátom, hogy tudom kivitelezni a játékunkba. Na bum, Boris. Ungentlemanly agreement. Na nézzük, kinek az oldalát kéne fogni? Van 3 Middelanddal és 8 Golden Orderrel. Akkor lehet, hogy támogatjuk őket. Farm Shield. Aha. Nagyon jó, akkor ezt azt majd fel is tudjuk szerelni valakire, aki éppen esedékes lesz. Plusz 600 jött a Treasury-be, tehát már 10.000 fölött járunk, az azért, az már szép mennyiség, abból már tudunk fejleszgetni. Nézzük, még nincs, vagy mit van, amit nem jól raktam be eddig. Egy kör múlva lesz 2, akkor tudnám fejleszteni Aldorfot, akkor oda tud menni új dolog. Nézzük, mi van itt, ugye, ez Waving House. Itt mi van? Hopp, 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 The Red Moon Inn. Empire Captain Thane, Witch Hunter, Bright Wizard, Provides Garrison. Ha, azért az nem is jó. Az nem is gyenge. Ez a Red Moon Inn, ez tetszik. A Garrisonban ő nem csak nem egységeket fog kapni, hanem ilyen agenteket. Empire Captain Thane, Witch Hunter and Bright Wizard. Ez tök jó. Ez tök jó. Ezt szerintem ezt ide meg is kéne építeni, ha nincs más, ami éppen jobb lenne. Akkor úgy lesz, hogy a Waving House-t azt majd a következő szinten, akkor most megépítjük ezt. Plusz 50 income-at is generál, ami igazából nem rossz. Mindennek tudunk örülni, ami növeli a bevételeket. Jó, itt a 20 fős népesség. El kéne indulni itt a beastmenekre, de az a baj, hogy a beastmenek nagyok. Nagyok, és olyan egy csapatokkal kéne elindulni, akik nem swordsmenek, akik ugye ilyen beast hunterök, azok pedig a pikemenek, a alabárdosok, a két kardosak, és ugye a távolsági fegyveresek, ők tudnának jól harcolni a beastmenek ellen, nem pedig a kardosok. Úgyhogy akkor itt még várunk egy kicsit. De nézzük, mit kaptunk. Valami baj van. Mi a notification? Nincs itt semmiféle notification. Úgyhogy megyünk tovább, akkor ezt figyelmen kívül hagyom, és kezdődhet is a következő kör. Nem tudom, srácok, hogy nagyon szoktatok-e ezzel a játékkal játszani, vagy néztetek-e róla a videót, és hogy mennyire tetszik nektek ez a játék. Mert gondoltam azt, hogy ezt amúgy lehet, hogy majd át kéne ültetni egy kicsit stream kereteibe is, hogy ott is ismerkedjünk egy kicsit, hogy jobban megtudjam, hogy mi a véleményetek erről a játékról. Mennyire nézi a közösségünk az ilyen fantasy, vagy legalábbis a Total War jellegű játékokat. Colonial Factors, ez nem kell most. Ahogy néztem, őt néztem, azt hiszem. Ez Leadership Speed, ez Armor... Igen, reload time, az nem volna rossz. Ammunition, ez se rossz. Hoppá, diplomatic corps. Plusz egy kontrollt ad, az jó, az nem is rossz. Purge the fool. Ez a Greenskinek,
ellen. Ugrik, Skaven, Lizardman. Az nem is volna rossz, de várjál, csak keresünk akkor egy olyan, ami Beastmanek ellen, ez a Chaos ellen, ez a késfülűek, tehát gondolom a tündék ellen, fel, nekromancia, ez a vámpírok ellen, oké. Okay. Phoenix King, gondolom ő is a High Elves, igen, igen, oda van is van írva, Dwarfs, Bretons, akkor lehet Purge the Fools, Greenskin, Skaven, Orge and Lizardman. A Beastmenek ellen nem is kapnak bónuszokat. Bónuszokat. De akkor ezt a Purge the Fool-t, ezt elhasználnám. Ezt elhasználnám, remélem, hogy nem kapkodtam el ezt a döntést. Aha. De egy kicsit elkapkodtam. Úgyhogy akkor ide visszamegyünk. Ezt le is veszem. Mert fontosabb volna Aldorfnak a város szintű növelése, mert azzal újabb helyeket kapunk, és még marad itt nálam olyan dolog, amire el tudom költeni, erre a területre akkor kapunk egy Weaving House-t, meg akkor mehet a farm, és akkor ezzel már jobb az állás. Igen, 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 jó lesz az állás. Mi lesz itt? Tradable resource in, recruitment rank, infantry unit, local milícia. Ne, akkor assembly line. Megyünk arra. I am prince and emperor. Értsük, emperor, értsük, hogy te vagy a főnök. Nagyon jó, quest. Vannak questjeink? Ha. Dragonfruit, az oda ment, az is ott van. Akkor itt kaptunk-e valamit? Salvage. Hú, itt el lehetne adni. De nem akarom még eladni. Nem adjuk el. Nézzünk csak szét. Objectives. Description. Victory Command. Jó. Azt akarom megnézni, most éppen egy kicsit világtalan vagyok. Azt akarom megnézni, hogy hol vannak a questek. Hogy hol opázott mi? Lechlord. Ó, azt ott el lehetne verni. Candidate. Ő is választó fejedelem. Hát itt onnan ki kéne ütni. De nem gyengén. Meg Weismondba is ezeket a Beastmeneket innen el kéne verni. Úgy látom éjszakon van probléma, úgyhogy lesz mit csinálnunk. Ó, látom. Teljes mértékig korruptált ez a tér. Ez a térség. Itt aztán lesz dolog. Warrior of Chaos. Jó. El fogjuk verni akkor őket szépen. Szépen lassan. De még mindig nem tudtam meg azt, amit kerestem. Ugye ez az, ami nem jó. Nézzük ezt. Elektorok. Objectives. Current turn number, tehát 11 kört mentünk, itt láthatjátok alul, hogy 11 kört mentünk. Notification settings, az jó, oké, azt be tudtuk volna állítani. Number of active mission. Beastmenek, itt tényleg az Beastmeneket kéne kisöpörnünk. Aha, ezt meg így tudom beállítani. Jó, hát még nekem is tanulni kell ezt a játékot, nyugi, srácok, nyugi. Nyugalom. Suitable, unpleasant region és uninhibited. Chaotic Westland és Frozen. Azok a területek, amiket ugye nem tudok benépesíteni. Jó, statisztikákat meg ott látjuk. Királyság, nagyon jó. Hát figyeljetek, akkor elindulunk velük. Velük éjszakra a Beastmenek ellen. Legalább annyit meg fogunk tenni, hogy Close Victory-t ír ki nekünk a játék. Ami érdekes. Érdekes legalábbis az, hogy rohadt nagy túlerőben vannak. És igazából alacsony szintű lenne a veszteségem. Autorizolval is meg tudnánk oldani.
Legyen autorizov. Na nézzük. Bom. És Close Victory, valóban nézzétek meg. Tök jó. Nagyon jó. Kaptuk ezt most, és megvan a Spell Shield. Return to the Elector. De nem akarom visszaadni az Elektornak. Nem, nem, nem. Itt volt az Elektor. Nem volt itt az Elektor. Most én megszereztem ezt a területet, miért adnám neki vissza? Loot and Occupy legyen, vagy csak simán Occupy? Legyen simán Occupy, nincs szükségem most még pénzre. The Black Pit. Ez is valami greenskin-es dolog. Emperor Carl Franz. Jó, igen, 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 akkor a Warhead of the One Eye, Faction Destroyed. Nagyon király, hoppá, elfoglaltuk, vagy szépertünk akkor egy Faction-t, annak én nagyon tudok örülni. Hedge Wizard, miért? Entertainer. Ez szórakoztató, akkor azt nem, nem a Wizard fogja megkapni, és akkor a Barded Warhorse, az ugye most a varázslónk, az most éppen őnála van, úgyhogy a Sigmar Wardot ráteszem, Evasion, és akkor ő már azért rendesen erős lesz. Nézzük meg Carl Franzot, hogy ő mit tudna kapni, akkor ő is egy Sigmar jelet kap. És, mi az a másik, amit tudnék még adni? Hoppá, ez jön. Így is vagyunk. Ja, nem, visszamegyünk francurunkra, mert akkor itt van ez. Ja, és nem tudok neki adni senki mást. Fantasztikus. Fantasztikus, hát akkor mégiscsak a drága kedves varázsló úr kapja meg. Így is van. Jó, akkor itt most növeljük az embereink életét. És Maddenhely, Middenstag és Karoburg. Jó, és akkor mi majd innen fogunk tovább menni arra Black Pitre és a Wrecker Pointra. A Wrecker Point. Aha, az ott lesz fent. Jó. Ez itt mi? Laure Lorn Forest. Wood Elves. Ajajajajaj, Wood Elves. Nem szeretem a Wood Elfeket. Rohadt erősek, és rohadt nehéz megtartanunk ezeket a területeket is. Mindegy. Mindegy, mindegy. Minden mindegy. Woodsman Hunt, az jöhet. Na nézzük. Következő turnus. Ez könnyebben ment, mint ahogy terveztem. És akkor menni kéne a greenskinekre. Viszont a greenskinekre meg jó lett volna az az egy turnusos diplomáciai megmozdulás, amit tudjátok 7000 aranyért lehetett volna kifejleszteni, és egy turnusba kerül. The Migration. Begone. Control minus 3 minden provinciába. De plusz 15-tel növekszünk. Vagy nem csinálunk semmit. Na most akkor annyi a lényeg, hogy ezt bevállalom, ezt a minusz 3-at. Can only be concluded with war. Istenem. Na ugye, akkor a választó fejedelmek közül kettő összerúgta a port, és ebbe a konfliktusba kéne nekünk valamilyen döntést hoznunk, hogy Ostland, Nordland ki pártjára fogunk állni. Ugye ő tőlem nagyon messzi vannak. Nordland, az itt a, mindjárt mutatom nektek a kis térképen, ha tudnám mutatni, ott fönt remélem látjátok, hogy el tudom ezt húzni. Elektorok. Ostland az ugye a keleti terület. Ostemark, Ostland, Nordland. Jó, jó, jó. Ezt így nem fogom nektek tudni most megmutatni először, akkor döntünk, majd utána értékelünk. Az mi a lényeg, hogy én nem nagyon akarok szállni ebbe a háborúba, hogy őszinte legyek, nyugodtan rúgják csak össze a port ők, ahogy akarják. Minusz ezres presztízst be tudnék vállalni azzal, hogy megállítom a háborút. Imperial Authority az nőnevele. Vagy nem csinálok semmit. Nordland háborút indít Ostland ellen. Nordland plusz 1-jel lesz hozzánk, Ostland minusz 1-jel.
Vagy beállunk valamelyik félhez. Na, én most éppen azon gondolkozok, hogy akkor megállítom ezt a háborút. Az Imperial Authority, az ugye ezzel föl fog menni. Ja, itt volt egy frakció. Jó, akkor a Prestige leesett. Imperial Authority, az fölment egyel. Jó. Abszolút autoritás van, ugye? Jó, abszolút autoritás van. Ez egy plusz 3%-os növekedés. Minden provinciában, minden épület plusz 5%-os bevételt hoz, és plusz 5%-kal növekszik a viszonyunk a többi választófejedelemmel. Rendben, szerintem ezt el tudom viselni. És akkor legalább nem tört ki háború, tehát a balanszunk az nem tört meg. Ja, igen, és itt az orkok elfoglaltak még egy területet. Ajjaj, az viszont nem jó, hogyha ők azt ott elfoglalták. Nézzük, Lothier, rányomom. Hát ez maradhat így. Még annyi, hogy Karl Franz az út marad, az még legalább egy körig akkor azt szeretném ott tartani, az urat. Hadd nőjenek föl az egységek, legyenek telirakva, és ki kéne gyűjteni ide a Greenskinek ellen egy 7000-es tartományt, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, nyomjuk a következő kört. Mert most akkor az első számú cél a Greenskineket leütni. Ezzel újabb területeket nyerek a birodalomban. Na, Balthazar Geld. Trade Agreement Payment, 200-at fizet Trade Agreementért, ez plusz 75-öt hoz per turnus. Miért ne? Minden pénz számít. Na, visszatérve az előző gondolatmenethez, ugye, hogyha sikerül növelnem a területeimet a birodalomba, annál nagyobb lesz a befolyásom, és Prestigehez kéne jutni. Majd meglátom, hogy fogok, mert Prestigehez azt hiszem itt jutok missionöknél. Improve relation, decrease relation, plusz 60-as, vagy minusz 60 Prestige. Ajjajjajjajjajj. Pedig minden Prestige számít. Ez még azt hiszem az én területem. Sigma's will. Igen, jó. Ez még az én területem, és akkor a következő körben innen fogjuk megtámadni a Black Pit-et. Ez ugye a régió központja, akkor a Wrecker Point-ra megyünk onnan, és Arna úrra. Bár ide Marienburg seregei mennek föl, az jó, mert hogyha ő ott leköti azt, én ezt a területet gyorsan be is húzom, szerintem tökéletes ütembe jövünk ki ebből az egészből. Ugye ebből a totálvárba is mindig, mint a sakkban számít az, hogy ne veszítsünk ütemet. De nézzük, hogy vagyunk. Van Uberstrike. Uh-huh. Jó, Uberstrike megvan. Ő Karak Asgard által fenyegetett régió. Gunnburg fenyegetve van a vámpírok által. Eilhart pedig fenyegetve van. Fort Berg... Bergbress által. Nehéz döntés. Uberstrike-ot fogjuk akkor növelni. Növeljük csak. Úgy is van 4000. Igaz, hogy megmondtam, hogy 7000-et ki kéne gyűjteni a Greenskinek ellen, de most, hogy ugye Marienburg támadja őket, így bátran merem elkölteni a pénzemet fejlesztésekre. Meg plusz kellenek ugye a területek, Prestige növelés, stb. És ezáltal nő a súlyom. Na mit kérsz, haver? Non-aggression pact, 300-at fizet érte, hogy ne támadjuk meg egymást. Igazából barátságos ország vagyunk, és legalábbis, és ezt még egyszer mondom, az emberekkel kapcsolatban szeretnék egy jó viszonyt ápolni, és őket másféle módon integrálni a királyságba, mert vannak olyan opciók a játékon belül, amikor... Én simán hadat üzenek neki. Vannak olyan opciók a játékon belül, hogy politikai befolyással tudjuk megerősíteni azt, hogy
Nem, van ugye ágyúm, ezért be tudom törni a kaput, ezért autorizolvolni tudunk egy-egy ilyen ostromot, úgyhogy ez így gyorsan is ment, alig volt ellenfél a várban, nem is volt nagy veszteségünk. Jó, ezt itt újraépítjük. Ő mit ad? Jó, az maradhat. Az maradhat, és akkor a The Black Pit nevezetű tartomány most már hozzánk került. Na, visszatérve az előző gondolatmenetre, ugye az a lényeg, hogyha én, mint ember, nekem nagyon nagy a hatalmam, és mondjuk az ellen, a másik emberi frakció éppen, mit tudom én, van egy provinciája, vagy kettő, és folyamatos háborúba valakivel, aki ellen éppen alul marad, akkor én bármikor döntöttek úgy, hogy mondjuk őt integrálom az én királyságomba, és akkor ezáltal minden, amilyen van, tehát az összes egysége, összes parancsnoka, mindenki beáll az én színeim alá, és onnantól kezdve én fogok vele parancsolni, én fogok neki irányítani, tehát nem szűnik meg, nem hal meg, egyszerűen csak átveszem fölötte az irányítást. Ez is egyfajta terjeszkedési opció, mint tudjátok, mint a Heart of Iron-ba, hogyha valakit fókuszfa által sikerül annektálni, úgyhogy az ilyen. Na nézzük, mi van még itt nekünk. The Dwellers Below. Regrow. Jó, legyen inkább Regrow. Az ott meg lesz. Nézzük, Emperor Karl Franz. Skillek, adjunk neki egy skillt. Adjunk neki, igen, védelmet a gyalogsági egységeknek. Úgy. Jó, és innen megyünk is tovább, nem nagyon állunk meg. Megyünk. No peace, just war. Így, ahogy mondja az úriember, kérem szépen. No peace, just war. Mert hogyha ez a terület meg lenne, és Marienburgot megelőzöm abba, hogy azt a területet ott elfoglalom, akkor... You are not welcome in my court, yet here you are. Friend or foe, we will see. Az igen. Non-aggression pact véget ért. Na, Transzilvánia úgy látszik mozgolódik, ahogy Karl Franztól is hallhattuk, hogy nem látja szívesen őket a udvarában, ezeket a vámpírokat. Én se lehet nem szívesen, a potenciálisan nagyon távol állunk egymástól kulturálisan. Ne nézzük, minusz 500 prestige. Stop and search. Na, mi van itt nekünk akkor? Raise a highway, barrage across empire. Jósan ezt elolvasom egy pillanat, srácok, és akkor mindjárt ki is fejtem, hogy most miért kell exclude the black merchant, vagy pay merchant. Hát itt igazából ki is fizethetném őket, sőt, ki is fogom fizetni őket, nem akarok nagyon prestizsel fizetni. Faction Age of Rage. Corn Corruption plusz 5. De miért? Grandburg. Istenem, de Grandburg. Nagyon jó. Na várjatok, mert akkor ugye Aldorfba megépült a város, tehát ott lesz mit fejleszteni, lesz mit építeni, de én elsősorban ugye a pénzből majd más szeretnék megépíteni. És ehhez tartalékolni kell, úgyhogy 3000 maradjon. Maximum 3000-et költhetek el. Ez mennyibe kerül? 3000-be pont. Tehát akkor a kikötőt fejlesztettük belőle. Itt meg kéne előzni Marienburg seregeit. Szerintem nem fogjuk. Ő Wrecker Pointot meg fogja tartani. De nem adom föl. Azzal megyünk tovább, akkor a Black Pit az ott van, az próbálja magát kidolgozni. Weismund itt van, mint egy beékerődött kis erőd, kis föld tüske. Jó. Saving. Mentett nekünk, volt egy automatikus mentés, hogyha bármiféle problémába ütközünk, akkor innen tudjuk folytatni a dolgokat. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Marienburg bevonul-e oda. És bevonult. Ó, Istenem. Stirland. Nézzük Stirlandot. Stirland, non-aggression
Pact 2300, rendben. Jó, mindegy, ezzel a hadjárattal. Hoppá, Bohemond. Declare war, Bohemond. Hol vagy te, More? Komolyan, ezzel az egy területed, de háborút intéztél ellenem. Rendben. Akkor ez azt jelenti, hogy délre kell vonulnom? Confederation. Hoppá! World Walkers és a Vargok konfederációba léptek. Na ez az, amiről beszéltem, srácok, hogy politikai úton is be lehet csatolni egy-egy területet az országotokba. Na ez most az. Ugye a konfederációba való belépés az az. Wrecker Point. Nem örülök neki, hogy ugye nem változott át. Emberi várossá. Legalábbis a térképen, de hát ez van. Na 8000, ugye megbeszéltük, hogy akkor a Greenskin and Ogres, vagy menjünk Bretonia ellen. De az csak diplomáciát ad. Na mindegy, akkor legyen Greenskinek ellen, legyen egy kis bónusz. És akkor majd a következő körbe fejlesztünk. Aldorf, mit tudunk tenni? A kedvedért. Nézzük, Castle Rygurd, Guard, Imperial Palace, az ugye ötös szinten. College Mage. Bár mondjuk lehetne egy mage-et, az 3000-be kerül. Nézzük itt mi van, az megvan. Imperial Academy. Jó, azokat kell fejleszteni, rendben, akkor úgy van, hogy ide kell nekünk 3 tartomány, meg ehhez kell egy tartomány, rendben, akkor azzal úgy meg is van, oda nem fogunk több dolgot tudni fejleszteni, hanem akkor 1, 2, 3 és 4 Imperial Academy. Rendben, jó, erre gyűjtünk. Uberstrike. Hát mondjuk figyelj, az úri embert ezt már el lehetne küldeni felderítő útra ide az ellen, aki ennyire bátor volt. Aha, itt van. Na nézzünk, nyomuljunk be a Garrisonba, a helyőrségbe. Nézzük, hogy az mit fog jelenteni nekünk. Bár ott még van neki egy agentje. Unfriendly. És ő is háborút intézett. Jó, hát akkor el kell hozni északról az egységeinket. Nincs mese, itt fogunk most itt háborút viselni. Blackstone Post. Castle Baston. Jó, itt most már komolyodik a helyzet. Azt kell, hogy mondjam. Komolyodik a helyzet. Lizardmanek ellen akkor kaptunk egy kis bónuszt. Kapacitás. Imperial University. Plusz egy Battle Wizard lenne. Rangot kapna a Wizard is, meg ez a Captain. Jó. Értem. Megvan tiszta sor, világos. Jövünk oda, az ott marad. Aldorf. Őt kéne fölnyomni, mert az a globálisan kap egy darab rangot az infantry unit, amit kiképzek. De Black Pitből visszahozom Karl Franzot, és akkor elkezdjük itt a hadjáratot. Át fogom kérni magam Marienburg tartományain, ahhoz majd vele jóba kell lenni. A Black Pit, ha elveszik, ha nem, mindegy, az ott úgy marad. Weissmund, de ezt itt akkor lerombolom előtte. Így, és akkor oda egy kocsmát, vagy valami olyasmit építünk, ami békét hagy után. Na, dúrjuk. Szévén következő rész. Absolutely not. És ott a vampire-ök. Ajjaj, ez viszont nem is kevesen vannak itt Bretoniában a vampire-ök. Itt viszont nekünk a bal alsó sarokban ott mozog valami érdekesség. Chaos.
És háborút intéz ellenünk, nézzétek, van a heimlingek. És jönnek. Chaos of Warrior, na. Úgy látszik, most hirtelen mindenki háborúzgatni szeretne. És mindenki ellenünk intézi a csapásokat. Kicsit kezdek lefőni, mint a kávé. Stirland. Stirlandot megerősítjük. Aha, ott is van, nézzétek, ott egy káosz. Prince. Itt is van. Warrior of Chaos. Az első káosz herceget megtaláltuk. Jó. Jó, hát akkor őt kell elsősorban szétütni. Karl Franz, jöjjön le, uram. Jöjjön le, kérem. Itt csináljunk egy békességest. Békességességet. Akkor legyen ő. Az annyira nem kell. Pottery, az jöhet. Utána majd barak. Ajjaj, mit toljunk, mit toljunk? Valami olyat kéne, ami értelmes is egy kicsit. Control, rossz, rossz a helyzet Aldorfban? Nem, nem rossz a helyzet. Nem rossz a helyzet. Ródot kéne. És akkor a növekedés mondjuk az növekedne. A növekedés növekedne. Na, ezt jól elmondtam. Bocsánatok, most egy kicsit gondolkozok, hogy itt mégis mit kéne. Hogy kéne megoldani ezt a helyzetet? Mert van nekünk egy gyalogsági fejlesztésünk. Van egy armory, egy harbor. Jó, cleans. Ide ezeket szeretném berakni, ami lovasságot ad, varázslókat és bónuszt. Jó. Következő, amit még szeretnék berakni, az megint egy Imperial Academy. Az is bónuszt ad. Jó. Viszont nincsenek ágyúink, ami nagyon nagy baj. Ágyús és gyalogság. Így is van. Se lovarda nincs. Tehát vagy ágyút, vagy lovardát kéne ide tenni. Reichsfort, hát azt mondjuk azt építhetném kintre is, nem feltétlen kell. Castle Reichsguard. Aha. Jó, elsősorban akkor inkább növeljünk egy dolgot, és majd utána újra számoljuk ezt a dolgot. Gondolkozni kell, itt nagyon, nagyon minden egyes döntésnek súlya van, kérem szépen. Az ütem, mert látjátok, most már nagyon próbálkoznak minket délről szétszaggatni. Északról amúgy örülök neki, hogy akkor a Greenskineket meg a Beastmaneket sikeresen kiütöttük. Na, nézzük, Military Access, ez az, végre a törpökbe lehet bízni. A törpök királyok, úgyhogy minden területet, amit csak lehet a hegységekbe, megpróbálok átjátszani a törpök részébe. Vagy részére, bocsánat, Under Glare. Hoppá! Oké, ugye azt írja nekünk, hogy a harcosaink nagyon mélyre mentek az ellenséges területekre, és találkoztak egy Horn God, egy szarvas istennel, úgyhogy erre kicsit fizetgetnünk kell. Jó, és akkor úgy néz ki, hogy ő kicsoda. Ó, ez egy karaván. A Grand Cathay-nek az egyik karavánja. De nekem majd Marienburgba kell a következő körbe áthaladási engedélyt kérnem. Ők itt éppen háborúznak? Vagy csak így itt van? Bármi lehetséges. Nézzük itt mi van. Próbáljunk már ide jönni a Shoot Garrison, mert akkor itt fogunk támadni. Ő itt mi? Ha! Ez meg így el van erődítve, tök jól néz ki. Akvitánia. Ha, ezt gondolom ilyen
angol-francia ihletésű rész ez itt. Ez meg teljességgel német ihletésű. Megvannak ezek a történelmi párhuzamok, itt kérem szépen. Jó, amit néztünk, ja, azt pont nem tudanám megépíteni, mert ugye elköltöttem a pénzemet. Semmi gond. Ez még megy. Jó, akkor következő turnus. Kíváncsian várom, hogy vajon hány ellenfél próbál még hadat üzenni nekem? Mert azért ez már komoly. Komoly, és az a baj, figyeljetek, ez most megint egy másik dolog, hogy most fogjuk elérni azt, hogy most már nem az emberek birodalmában fogunk harcolni, tehát nem hazai terepen leszünk, hanem elhagyjuk a birodalmat, kilépünk a választófejedelmességek területéről, és így most már külföldön fogunk támadni. Ezek a hadjáratok, ezek már mind nekünk fognak szólni, a mi fényünket fogják növelni. Ostemarka. Ugye két erdő van, az az erdő, ott engem felnyugtalanít Nordland alatt, ez az erdő. Ez alapvetően nyugtalanít. Úgyhogy ez van. Na jó, akkor gyorsan zongorázzuk ezt a kört. Az pedig úgy néz ki, hogy diplomácia, Marienburg. Yes. Nyissuk meg, kérem, non-aggression pact, nem, nekem áthaladás kell, áthaladás. Non-aggression pact, az break, non-aggression pact, tehát ezek megvannak, joint confederation, military alliance, defensive alliance, military access, jó, oké, és akkor egy olyat, hogy balanszolja ki nekem ezt az egészet, trade settlement, nem kell, declare war, John Ward, paint, break, Break. Tehát várjatok, most akkor átkelhetek rajta, mert ugye... Hogy vagyunk? Nézzük csak meg. Enemies, trade partners. Jó, nézzünk akkor egy military access-t. És balance offernek kéne lenni. Adok érte. Na. Hát, jó, ezt nem oldottuk meg, ezt a problémát, egyszerűen átküldöm a seregeimet, nézzük meg, mi lesz. Lehet, hogy semmi. Lehet, hogy minden. Jó, nem tudom, hol állunk. Ilyen téren, lordok. Ja, megsérült. Ugye itt volt egy kis agent, akit beküldtem volna ide, de ő megsérült, ő haza lett küldve, vissza lett küldve a garázsba. Jó, semmi gond, Karl-Franzel, akkor most már itt vagyunk. Itt folyamatos veszteségünk van, ezért minél hamarabb el kell foglalnunk ezt a várat. Vagy jövünk tovább a Bastogne-ra. Úgyhogy ennyi, srácok, innen fogjuk folytatni a következő részben, jó? Na, addig is mindenkinek jó játékot, és ciao.